kérdésre, hogy hogyan lettem, vagy hogy mi adott lökést a karrieres életemhez, vagy ahhoz, hogy ezt egyáltalán foglalkoztam vele, vagy csináltam. Hát főként a ki emberekkel én abban az időben találkoztam, a Patkó Imre. Itt van, itt. Szia, Imre. Szia. Akkor Patkó. Most jöhet, de nem? Aha. De nem baj, jöhetsz, miért nem? Miért? De köszönöm. Szia. Úgyhogy akkor a Kovács Ákos, aki 60-ban dolgozott, gyűjtemények mondjuk, amikkel találkoztam a Vörösvári Ákosnál, tehát szóval adódott ez a lehetőség, hogy a mini galériában lehet kiállításokat csinálni, és akkor ezen végül is, hogy mondjam, fordult a dolog, hogy elkezdtem csinálni a kiállításokat. Azt követően pedig, ugye, hogy én találkoztam a Galántaival, a Galántai is nagyon erősen benne volt a kiállítás szervezésekben, egyáltalán a mozgatta, azt lehet mondani, az egész magyar avantgárd képzőművészeti életet. Uh-huh. Úgyhogy ezek voltak a döntő hatású dolgok, ami miatt csináltam ezt a mini galériát, akkor, hogy ott volt a lehetőség, végül is azt lehet mondani, hogy ez a város szélén volt, ez a mini galéria, és ahová tartozott az Ady Endre művelődési házhoz, azok az emberek nemigen foglalkoztak a kiállításokkal. Csak az volt a számukra fontos, hogy valami legyen. Uh-huh. A művészek számára pedig az volt a fontos, hogy valahol meg tudjanak nyilvánulni. És akkor ez a kettő dolog így nagyon jól összejött. Uh-huh. És hát az is erősen, hogy mondjam, segítette a kiállításoknak a aktivitását, vagy mobilitását, hogy szóval nagyon kevés volt a lehetőség a művészeknek, és a terület egyáltalán, és azon kívül a folyamatos zsűrizések pedig állandóan akadályoztatták aha munkájukat. És így, szóval azt lehet mondani, hogy nagyon jó aktivitásban lendült a galéria. Ugye, hogy kezdetben csak ugye ezek a mappák voltak számottevőek, ahol elég jelentős művészek vettek részt, de hogy mondjam, ezek a művészek teljesen professzionalisták voltak, uh-huh. akik viszont már később a mini galériában kiállítottak, azok közé nagyon sok amatőr művész került, és ezek az amatőrök azt lehet mondani, hogy dúsították az anyagot. Aha. Tehát gazdagították jobban. Uh-huh. Ez. Na most, ahogy én látom, szóval az a gyanú merül föl, hogy ez a mini galéria volt az első úgynevezett Artist Run Gallery. Tehát független volt, non-profit volt, mert hogy nem foglalkozott kereskedelemmel, jó, hogy akkor még nem is igen volt műkereskedelem. Hát hogyha most a képcsarnokot vegyük ki ebből a dologból. És ugye előtte volt mondjuk például a Józsefvárosi Galéria, ahol ugye konstruktivisták dolgoztak, de ezt így én, hát ezt nem tudom, Fajó vezette vagy ki, de aki mondjuk művész volt, de tehát ez a fogalom, hogy Artist Run Gallery, tehát hogy egy művész csinál galériát, mert picit az volt az érzésem, hogy a persze lehet, hogy tévedek, nyilván művészettörténész kellene ehhez, hogy ezt el tudja dönteni, csak a szóval én azt érzem, hogy ő úgy viselkedett ott, mint egy kurátor. Te viszont, hogy mondjam, a művész kreativitásával, tehát másképp vezetted a minit, mint mondjuk ő a Józsefvárosit. Hát igen, ezt az előbb már kifejtettem, hogy valójában engem abszolút nem zavart az, hogyha hozzá amatőr művészek vettek részt, sőt, mindig úgy gondoltam, hogy ez csak gazdagítja azt az anyagot, amiről szól. Tehát például így van a Tatlin, a Torony
kiadványnál is, hogy két-három olyan ember került be, akik szóval valami fajta bájos naivitással nyúltak a dologhoz. Aha. Mondjuk ilyen volt a Fitz Éva, aki már azóta nem él, szóval többen. Meg igen, hát rengetegféle irányzat jelenik meg. Igen, nem volt egy egységes, hogy mondjam, trend nem volt ezekben. A kiállításokban sem, és hát a kiadványokban. Tehát nem kötelezte el magát a galéria egy irányzatnak, vagy egy műfajnak, vagy ilyesmi, hanem éppen, hogy a sok műfajúság, a minden lehetséges jelenlévő irányzat. Érdekes módon ez a Visio Trezornak az eredeti kiadvány, az benne van ebben a Cserny Mélárd könyvben. Az eredeti. Valójában a Mélárd az nagyon erősen feldobta hát a hazai művészeti életet, szóval a Mélárd a szabadságával tudott igazán érvényre jutni. Szóval az ember szabad gondolkodását felerősíteni. És ilyen értelemben szóval fantasztikus anyagok jöttek létre a világban és idehaza is. És ugyanakkor innen indult a Xertox is, tehát a Xertox második akciója, mert az első az ugye nem is tudom, Csobáncon volt? Első Csobáncon. És akkor a második az pedig a Minibe. Ezt nem is tudom, az melyik kiállítás volt, ahol a Xertox első akciója volt? Ez az első nem kiállítás volt, azt nem csináltuk. Csobáncon, igen. Csobáncon hegyen csináltuk. Az csak egy akció volt. Egy akció volt. Egy performance volt. A Mini... Hol is láttam ezt? Még tudom, hogy tudod, amikor az utca túloldaláról mentünk el. Jaj, átmentünk, igen, igen. Ahogy nem láttam képet. Igen. Ott volt, a mappában van kép erről, csak most nincs itt a mappa, ami a Péternél volt. Beöltöztük máshol, és utána átvonultunk be a galériába. Arról a Pácser Attila csinált egy csomó fotót. Igen. Ő volt akkor a Szertos hivatalos fotósa. Lehet, hogy ez volt a posta művészet. Ez az. Amit én mondtam neked korábban, hogy a pecsét, az Posta Művészet című volt. Nem jutott eszembe a neve. Az nem a pecsét, az igen, de én összekevertem, csak én pecseteket állítottam ki ezen a Posta Művészeten. Ja, értem. Ilyen zacskóval. És én összekevertem. Azt úgy emlékeztem most utólag, hogy az a pecsét című kiállítás volt. Nem, de nem Posta Művészet. Igen, ez, igen. Akkor ez nem volt. És ezt én szitáltam. Igen, mindjárt. Meg ezt is lehetőlet. Igen. Hát tényleg ez nagyon érdekes érdekes volt, mert tényleg csak így a lelkesedés triplinket, és nem pénz, vagy ilyesmi vagy. Most idefele évet gondolkodtam rajta, hogy hát lehetséges, hogy a 70-es éveknek szóval a Virággyerekek és egyáltalán az a fantasztikus művészeti hullám, ami elindult Amerikába, Angliába, az egyáltalán a világba, az lehet, hogy 80-ban ért ide normálisan. Mert a 80-as években volt ez. Előtte nem tudom, hogy... Hát volt egy-két művész Budapesten, vagy nem, nagyon-nagyon zárt dolgok történtek, nem. Volt a Zuglói kör, volt akkor, volt a Fényes Adolf terem, akkor mi volt még, nem is tudom. Fényes Adolf terem az a Műcsarnokhoz tartozó. Igen, de ott kiállított a Kassák, ami betiltott kiállítás. Aha. Szóval... Nem, valójában ezt az egész dolgot, szóval úgy mondjam, ezt az élő művészeti életnek a aktivitását, ezt a Mélárd hozta fel. Tehát hogy mondta Gálatai, hogy a 90-es évek elején még nagyon sokan, tehát
érdeklődtek a fiatalok a 70-es, 80-as évek művészetek után nála átpunnál. Rengetegen jártak be, hallgatók ott, és most, és később már nem. Tehát egyszerűen, mintha úgy tűnik, mintha senkit nem érdekelne azokról. Tehát csak azokat, akik benne voltak. Tehát, hogy mások úgy, tehát nem. A 60-as éveknek olyan nagy minkusza van, meg akkor kezdődöttek ezek az avantgárdjátok nálunk is, és de a 70-es, 80-as évekből úgy volt kiállítás, az tény, de fiatalok úgy nem ismerik azokat a... Tehát például Mélátot szerintem nagyon kevesen ismerik a mai fiatalok között. Nem tudják mi az. Igen. Teljesen. A mai fiatalokat abszolút meghatározza a pénz, és állítólag ők tudnak a legjobban pénzt keresni. Ezt még egy antropológus ember is ezt állította. Bogár. Hát nem tudom, mert azért most is rengeteg ilyen non-profit független kezdeményezés van. Tehát jó, de ez akkor se volt sok. Tehát a 80-as években is azért ez egy sokkal vékonyabb volt, mint hogy mit tudom, megpróbáltak már akkor is ugye kereskedelmi galériákat indítani. Viszont szerintem azért érdekes, tehát nekem például azért érdekes, mert ugye... Ez egy galériás. Hát nekem, mint kiderül, ez a, meg nem csak nekem, hanem a hasonló helyeknek, tehát a non-profit független úgynevezett Artist Run Gallery, hát a Mini volt az első, és sokkal inkább a Mini, mint a Józsefvárosi, mert a Józsefvárosi hát azt semmilyen szinten nem érezte az ember, mitől például, vagy... Annak a körnek volt igaz a helye, tehát a fajulék... Igen, tehát az egy szűk kör, tehát... Igen, a konstruktivistáknak volt, igen. Más nem igen volt. Viszont ilyen szempontból, tehát nem tudom, a Liget, az bizonyos értelemben a Mininek a folytatása, hiszen amikor a Mini megszűnt, akkor nagyon sok olyan művész, aki a Miniben szerepelt, és máshol, hogy mondjam, nem kapott helyet, vagy nem, tehát mondjuk műcsarnokban, ENSZ múzeumban. Miért? Téged kiváltak a Miniből? Vagy nézzünk meg? Nem, én beleuntam. Szóval. Te hagytad abba? Hát igen, mert az történt, hogy volt ez a Ady Endre művelődési házhoz tartoztam akkor. Szóval nekem nem, semmiképpen nem volt rossz, hogy ott dolgozhattam. Galéria miatt különösen jó volt, művészeket megismertem egyáltalán, de ott volt egy igazgatónő, és az havonta kifestettette a teljesen. Ja, és aztán fölbosszantott, és mondtam, hogy elegem van belőle. Úgyhogy különben majd kéne, hogy de nem a rendi András... Azt hittem, hogy ilyen felső utasításról, vagy mit tudom én. Nem, ott hagytam. Uh-huh. Ugyanúgy a gyerekszakért is ott hagytam, szóval bizonyos értelemben ez hűtlen ember volt. Mikor volt egy gyerekszakért is, és túl tele lett, amikor tele lett, akkor ott hagytam. Az a gyerekszakkör volt az a kiállítás? Igen, meg az ott van. Aha. Azon a fotón a... Úttörő voltál. Kitöltek az utat, aztán mikor már állt, akkor ott hagytad. Igen, hát ez hűtlenség. De hát nem, akkor én azt követően átadtam a lengyel alkotásnak. Talán András csinált egy vagy két kiállítást, azt ő is mondhat. Nem, hát szerintem nem hűtlenség, inkább szabadságnak mondom, tehát szabad ember voltál, és még úgy érzed, hogy megkötik a kezed, akkor elmentél. Nem? Vagy valami ilyesmi. Ahogy jól tudom. Hát, az érdekes lenne végig gondolni az analógiát, meg hogy mi a különbség, mi az, ami változott azáltal, tehát hogy mennyiben más az internet, mint a Mélát. Mert biztos, hogy... De valójában én szerintem, hát igen, a posta csak közvetítő volt mindvégig, de maga szóval a Mélátnak az eszmeisége az a kovász, amit
létrehoztak. Tehát ami a kovász, amit bedobtak a köztudatba. Jó, csak a dolog másik oldala, hogy a Mélárt, ezt sokan mondták, hogy ez tulajdonképpen csak eszköz volt. Tehát, hogy par excellence Mélárt műveket relatíve nagyon kevesen csináltak, viszont nagyon sokan használták azt, hogy itt kapcsolatokat lehet teremteni, eszmét lehet cserélni, és egyáltalán egy olyan fajta művészeti kommunikáció jön létre, ami ugye, hát különben, ja, hát az is, tehát persze találkozunk, beszélgetünk, az is egy ugyanilyen kommunikáció, csak ott megnőnek tehát kitágul a világ, mert hogy nem csak azzal van kapcsolatom, akivel személyesen találkozom, és személyesen dolgozom együtt, mondjuk egy kiállítás összerakásán, hanem... Ebből hasonlít az internethez, tehát itt a... Nem? Igen, azt mondom, hogy... Igen, ebben az aspektusban nagyon hasonló. De itt volt a Mélártnak, tehát a nyugati művészekkel szemben volt egy sajátos vallása is, ez a politikai, tehát ez a zárt rendszer itt, hogy az MDK-sok, a lengyelek, a magyarok, tehát akiket elnőztek. A rendőrség elnőzte a Mélárt küldeményeket, meg tehát volt egy ilyen... Hát ez meg az a része, hogy ugye volt egyfelől a hivatalos művészet, tehát hogy ki az, aki bekerülhet a műcsarnokba, Ernst Múzeumba, meg ezekbe az intézményekbe, és hol jelenhet meg, mert oda ugye, jó, a szocialista realizmus doktrinája az már nem élt olyan nagyon erősen, de azért... De akkor is volt a hivatalos... De volt egy olyan terület, ami ugye nem fért bele abba a kultúrapolitikába, és akkor itt létrejött egy független tér, ami elkezdett horizontálisan növekedni. Tehát, hogy pont az volt a lényeg, hogy és nagyon érdekes, mert az volt benne a lényeg, hogy nagyon sokan bekapcsolódtak olyanok is, akik egyébként soha nem foglalkoztak a képzőművészettel. Uh-huh. Tehát zenészek is, írók is, meg egyéb más emberek is. Akik... Az interdisziplináris törekvések, azok felerősödtek. Tehát nem is, akiknek mondjuk nem is lehetett volna más fórumok, ahol megmutassák, meg egy bizonyos önkifejezésük is. Mint a gyerekek, ahogy megcsinálják a gyerekrajzokat, meg a teljesen ösztönösen, meg szenvedéllyel, meg érdeklődéssel, és utána ez az érdeklődés elmúlik. Uh-huh. Teljesen más. Most ez megint olyan volt, mintha megint egy új gyerekkor lett volna. Uh-huh. Tehát megint ilyen szabadulást csinálták az emberek, és felszabadítottak bennük valami gátlás, nem az a Mélárt, hogy nem kell... Nem kell a megváltó. Eszmét. Igen, de úgy is, hogy nem kell most ezt nagyon szépen megvajzolni, hanem nem az volt a fontos, hanem maga a gesztus, a szándék, a kifejezés. Igen. És érdekes, hogy 30 év. És a Tibor pedig most találkozik vele. Hát igen. Már nem. Hát... Én a minivel személyesen soha nem voltam. Sem. Tehát, hogy ez is hozzátartozik, hogy hát már eleve, tehát, hogy nagyon sok mindent én, de gondolom nem csak én, hanem a nemzedékemből sokan, utólag tudtunk meg. Tehát, hogyha, mint gimnazista, ugye engem érdekelt a művészet, meg a kortárs művészet, de ami a korabeli szaklapokban megjelent, mondjuk lehetett olvasni néha ilyet, hogy a, nem tudom, volt párizsi biennálé, és ott a, nem tudom én, írta a Beke, hogy a Szent Jóbi, vagy a Károly Zsiga mivel szerepelt. De utána semmit nem tudott meg az ember továbbiakban a Szent Jóbiról. Igen. Érted, vagy a, mit tudom, Károly Zsigának is a kiállításai 70-es években Bercsényi. De Bercsényiben valamikor, nem is tudom, 70-es évek végén eljutottunk így vagy úgy, de érted, Erdély Miklós tevékenységéről semmit, a Hajas is ugye a Bercsényiben működött, tehát hogy, és akkor ott tényleg volt egy váltás a 80-as évek elején, hogy az új hullám, az beszippant, tehát hogy kiszélesítette azt a közönséget, amelyik nem értesült ezekről a dolgokról a 70-es években, mert tök, hogy mondjam, elszigetelt. Elszigetelt jelenség volt a tényleg a Bercsényi, csak
Csak azok, akik jártak oda rendszeresen, azok is mehetik. Volt egy kör, akik jártak a versenyében. A hírek ilyen futótűzként terjedtek, mint mostanában, vagy nem a 90-es években San Franciscóban, hogy szájról szájra járt. Legendás helyek ezek, tehát versenyes legendás helyek volt. Momba is volt különben. Momba, igen. Igen. Jókai művelődési nem, ház szintén a 70-es évek volt, végén. Megmondom neked, tényleg kevés hely volt. Hát a Bercsényi Kollégium, a Budaörsi Jókai Művelődési Ház, aha, ott voltak még kiadások. Akkor a Beatrice. Ja igen, de most a kiadások nagyon is, igen. Akkor de összefügg, mert szerintem tényleg tehát az, hogy megjelentek az új hullámos zenekarok és kiállítások, igen, meg koncertek, igen, egyszerre voltak mondjuk például az Ikarusba is, és akkor úgy hirtelen, vagy nem tudom, Szentendrén, igen, és akkor hirtelen, hogy mondjam, jött egy közönség, és kiszélesedett. Tehát, hogy sokkal több ember számára vált elérhetővé. Igen. Kőbányai csinált egy ilyen kezdeményezést, emlékszel, hogy Beatrice koncerteken irodalmi felolvasó esteket rendezett, tehát hogy azoknak a fiataloknak, akik járnak a Beatrice-re, azok tanulják, tehát azokat megismertette kortárs költészettel, vagy irodalom már. De nem jut eszembe a Kőbányai János. Kőbányai János, igen.